Olyan rég csináltam már ilyet, hogy harmadjára veszem fel, pedig ez egy tök random ide leülős videó lenne. Igen, az ott egy tükör. Szóval ez nem egy ilyen mi történik velem, mi történt velem, velünk kérdésekre válaszolós coming out-os videó, mert ahhoz nem érzem magamat elég erősnek, és nem érzem azt, hogy a magánéletemet szeretném annyira részletesen megosztani veletek, ahogyan azt már olyan sok éven keresztül tettem. Ez egy fán videó lesz, ami így ma történt velem, azt szeretném veletek megosztani, azt miért így nézek ki, meg miért így nézek ki, szóval kezdjünk is bele. Szóval nyár van, meleg van, panel 35 fok, akinek nincs krímelje, mint ahogy nekem, nem hiszem, hogy tovább kell részletezni. Kicsit meguntam azt, hogy a saját levemben fődögélek, és itt tőlem nem messze, nagyjából még tömegközlekedéssel is egy fél órára van egy strand. És én már múltalomban, amikor jó idők voltak, szerettem volna kijönni és kimenni, egyébként most július van, megnézni magamnak. És még jó, hogy utána néztem Facebookon, mert be volt zárva felújítás miatt, és július 1-én nyitott ki. Szóval úgy éreztem, hogy ma van a napja annak, hogy akkor én most összecuccolok, és egyedül vagy nem egyedül, de kimegyek. És hát végül is úgy alakult, hogy így egyedül. Terve volt egyébként már így, hogy lemegyek Balatonra, de macerás lett volna, mert a vasútállomást adtak sokat kell, nagyjából mindenhova gyalogolni, meg kb. 4 órára lakom a legközelebbi strandtól, így Balatont nézve. Úgyhogy itt nem messze van egy ilyen kis tó, amit tényleg megcsináltak, ingyenes, és rá is írtam az egyik üzemeltetőre, hogy mennyire biztonságos csajként egyedül kimenni, milyen a víz, milyen a tisztaság, stb. És így értek, pozitív, és kedves volt, úgyhogy biztos nem nézel a videómat, de köszi Attila innen is. És hát akkor én szépen összeraktam a kis cuccomat, tudjátok, strandtáskába, kalap, naptej, minden, és akkor induljunk el. Ma reggel döntöttem úgy, hogy én kimegyek, de azért előkészültem már tegnap, hogyha úgy alakul, akkor ne kelljen utolsó pillanatba kapkodni, azért ne délután 2-re érjek ki a legnagyobb melegben. Hát ez majdnem így lett, úgyhogy most jön a sztori. Úgy voltam vele, hogy akkor ne induljunk el így gyomorra, még így megregeliztem, megkávéztem, mert így 10 óra körül is rohadt meleg volt, de fél 12-kor, mert egyébként vasárnap van, óránként megy a busz oda a strandhoz, onnan még egy negyed óra séta kb. Nem vagyok még túlságosan ismerős a környékem, úgyhogy gondoltam, hogy nem ott kell felszállni a buszra, ahol én reggel szoktam menni, mert ez egy másik településem van, és eszembe sem jutott megnézni, hogy pontosan hol kell felszállni, hanem a túloldalom. 11:30-kor ment a busz, és így szállok fel, nem tudok beszélni, elfejtettem, hogy kell. Szállok fel, és akkor így kérdezem a sofőrt, hogy ide-oda izé megy, és akkor mondta, hogy nem, hát ez a másik irány. És akkor én láttam, hogy így pont telibe a szemben lévő busz megállóból elhúz a busz, mondom, ezt nem hiszem el. Nézem, egy óra múlva megy a következő. Jó, azért annyira közel nem lakok a busz megállóhoz, meg ugye cuccokkal, mondom, én nem akarok hazamenni, mert ha hazamegyek, akkor biztos, hogy nem fogok megint kijönni. Rosszul indul ez az egész, tök hülyeség volt, már így tökre mérges tettem, hogy ilyen hülyeséget ez már el van cseszve, de nem mondom, hogy ismertek, de tudjátok, hogy olyan vagyok, ha valamit kitalálok, akkor ezt végigcsinálom. Nézzünk akkor boltfutárt. Jó, majdnem 5000 forint lett volna oda az út. Nem mondom, nem baj. Nem dohányzok, nem iszok, spórolok, belefér, menjünk, csináljuk, nyár van. Ja. Visszaigazolt a futár, a bolt taxi, hogy akkor jön. Aztán 5 perc múlva törölték, mert hogy nincs futár. Mondom, ezt nem hiszem el. Jó, akkor én hazamegyek, tényleg hazamegyek, és akkor elképzeltem, hogy 35 fokban itt ülni a ventilátor alatt és depízni, mondom, nem, megyünk.
Jó, akkor lesételtem két megállót így pakkokkal, hogy addig is teljen az idő, de még mindig volt hátra a buszig 40 perc, mert mint mondtam, óránként ment. Nem baj, nem baj. Ez egy jel, hogy spóroljak, kivártam a buszt, felszálltam, talán egy bizonyos etnikum büdös utasaival. Leszálltam a buszról, és az a nagyjából 1000-1200 méter, ami még így várt rám, az holt a tűző napon volt. Tehát nem is a strandon égtem rommá, tényleg foszlósra, hanem az odavezető úton. Nem baj, nyomjuk, csináljuk, lesétáltam, már éreztem a víz illatát, már láttam, hogy ott játszanak a gyerekek, és ott az utca végén már láttam a fényt az alagút végén. Leértem, és mondom, ezt nem hiszem el. Láttatok már olyan képeket így a neten, hogy ilyen felkapott üdülőhelyeken így kb. Lapjával állnak, ülnek az emberek. Na hát ez is olyan volt. Tele nem az a baj, hogy cigányokkal, hanem amilyen cigányokkal volt tele a strand, akkor szeméttel, fura emberekkel, tényleg no árnyék, mondom, mindegy, hát iszok egy jégkását, meg kicsit megfürdők, olvasgatok, tényleg vittem könyvet, kicsit napozok, és akkor jó lesz ez. Találtam egy helyet, nagyjából így két család között leterítettem a kis plédemet, így törölköző alatt így átkaptam a fürdőruhát, bekentem magam, ahol letört a körben. Bekentem magam naptejjel, akkor ott elővettem a kis könyvemet, és akkor utána egy negyed óra múlva, akkor na, menjünk be a vízbe. Ez egy tó, ilyen nem túl tiszta, mindenféle dolog úszkált a vízbe, de elvileg csak ilyen fadarabok meg ilyesmi. Ja, bementem, itt értik, és akkor egy ilyen ekkora hal, így elúszott a lábam előtt, kétszer. Mondom, menj innen te! Ezen túlépve így bementem, úszkáltam kicsit, közben folyamatosan sasoltam, hogy a törökköző széfem az érintetlene. Kijöttem, akkor így megtörölköztem, iszapszagom volt, mint rohadás, megtörölköztem, újra bekentem magam, kicsit olvasgattam, jaj, mondom, ott van egy bódé, vettem 1000 forintért 2 deci jégkását, ami tudjátok így jég meg aroma, de azt így megittam, és akkor mondom, most menjek vissza a vízbe, nem menjek, nem szeretek én amúgy annyira ilyen természetes vizekbe fürdeni, de meleg van, hát mondom, még eldöntöm, még csak 2:30 volt akkor. Ja, közben ilyen aranyos idős nénik ott pakoláztak mellettem, mentek hazafele, nyilván nem akartak ilyen 500 fokba tovább maradni, meg ahogy folyamatosan, ahogy ugye vándorolt a nap, már kb. Ott sem volt árnyék azzal a zsebkendőnyi helyen, amit találtam, és akkor már így kezdtem igencsak perzselődni. És akkor ugye azok a nénikék hazamentek, akkor így mellém ficcent egy igencsak népes família, akik előkapták az ilyen szintén ekkora, mint a hal méretű JBL hangszórót, és nekiálltak mullatóst bömböltetni belőle. Én meg úgy voltam vele, hogy jó, eddig azt az 1200 forintot költöttem, belépve nem volt, mondom, kiszenvedtem magamat kb. 2 óra alatt ide. 2 órát sem voltam még kint, de mondom, én itt nem maradok. Itt nincs az a pénz, amiért én itt maradjak. Akkor nézzünk buszt haza. Jó, meleg van, nem baj, túlélem. Veszek egy üveg vizet, és akkor hazamegyek, ha nem volt busz.
csak így egy óra múlva lett volna, nekem meg már így ment fel 200-re a pulzusom. Most egyébként voltam a laborban, nem lett túl jó, és kicsit úgy éreztem, hogy jobban kéne magamra figyelni, meg amúgy is. Nem volt busz. Jó, akkor mondom, próbálkozom meg az Uberrel, vagy a Bolttal, és akkor valahogy hazajutok, de tudjátok milyen az, éreztem, hogy haza kell mennem, mert baj lesz. Megint nem volt szabad sofőr, aztán nagyjából így 10 percig frissítettem, mire volt egy srác, aki értem jött. Azt írta nagyjából az app, hogy olyan 18 perc alatt ér ide. De már annyira nem bírtam a tűzőnapot, az ordibálást, a bűzt, a... Ja, és oda jött hozzám két srác, és egy szia, nem kérsz egy sört? Mondom, nem kérek, és a faszomat, de így konkrétan, hogy én így úgy voltam el, hogy akkor game over, akkor tipjén neki fele. És hát oda biztos, hogy nem fog visszamenni soha többet, úgyhogy kint a kapuba vártam meg a sofőrt, és úgy szálltam a kávé a klímás kocsijába, mint hogyha az életemet feltettem volna, és ő mentette volna meg. Nem volt tragikus, inkább egy ilyen epic fail ez a strandolás. Én tényleg megpróbáltam, és itt nem is az volt a lényeg, hogy így egyedül nőként, mert nem volt annyira semmi olyan para. Tehát mondjuk egy Balaton, vagy egy épített budapesti strandra azt mondom, hogy belefér, és lehet, hogy még kimegyek. Bár rohadt szégyenlős vagyok, nem szívesen vettem fel a fürdőruhámat, de úgy voltam vele, hogy ez vagyok én, ez a testem. Szeretnék kicsit lehűlni, meg átélni azt az érzést, hogy milyen tényleg strandolni, és akkor utána hazajönni, pihenni kicsit, holnap már meló, és ez nem állapot, hogy mindig csak dolgozok, alszok, és kell egy kis öröm. Hát nem javasultam, úgyhogy erre a strandra nem fogok menni többet, maximum hétköznap és reggel, még adok neki egy esélyt. Tanulság még az, hogy rendesen megnézem a menetrendet. A visszautat is megtervezem, és akkor nem került volna annyi pénzbe a hazaút. És tényleg más szempontból se értem meg, mert most nyilván ami rajtam volt, ha csak 5 percig is fürdőruha, azt is ki fogom mosni. Haját kell mosnom, akkor az a pléd, az tiszta homok lett, akkor azt is ki kell mosnom, nyilván előtte ki kell rázni. Cipekedtem, leégtem, úgyhogy ez nem volt túl jó ötlet így. De hát azt mondják, hogy jó pap volt itt tanul, úgyhogy nem tudom, mikor lesz legközelebb videó. Lesz egyáltalán a csatornát, azt nem tervezem törölni. Endometriózissal kapcsolatos kontentet tervezek még hozni, mert azért már igencsak eltelt több mint fél év a műtét óta, ahogy beszámoljak, mi újság van. Úgyhogy ha eljutottál ideig és nem mutad magadat halálra, vagy hogyha halálra mutad magadat, akkor is köszönöm, hogy megnéztél, és szép nyarat nektek is, minden jót kívánok, legyetek jók vagy rosszak, sziasztok!